A Diósgyőr sok ezer ember életének egy darabja is. Nekünk miskolciaknak különös kötődést jelent a DVTK, hiszen identitásunk egyik alkotó eleme. Van, akinek a vasgyári múlt hagyományai jelentik a kapcsolódási pontot, akad olyan, akinek a futball szeretetén keresztüli a kötődése, lehet, hogy valakit a szurkolói harci szellem kapcsol hozzá, és vannak, akik a tágabb családjukat látják a Diósgyőrben. Valamennyien különbözőek vagyunk e tekintetben is. De Miskolc szívét a DVTK intézményi testesíti meg, és az, amíg éleként nem érdekel más, csak a Diósgyőr ritmusban fejeződik ki. Konás Elemér vezetőedző Miskolcon folytatta középiskolai tanulmányait, és a 80-as évek közepén játékosként is szerepelt a klubnál. Személyében egy olyan edzőt köszönhetünk a Miskolc utcáin platformján, aki érti, hogy mit jelent Miskolcnak a Diósgyőr, és mit adhat a klub a városnak. Gondolatait, véleményét, terveit érdemes végig hallgatni. Hajrá Miskolc, hajrá Diósgyőr! Először szeretném megköszönni, hogy igen mondtál az interjúra, és a Miskolc utcai sporttémai tartalmának így az első interjú alanyját köszönhetem személyedben. Ez természetes, én is köszönöm a megkeresést, és én mondtam, amikor ide kerültem, hogy nagyon szívesen beszélgetek. Akkor bemelegítésként egy könnyű kérdés. Egy korábbi nyilatkozatodban azt említetted, hogy nem csak a Diósgyőr keresett meg, hogy vállald el az edzői posztot, ebben a versenyben jelentette valamilyen előnyt, hogy van kötődésed a csapathoz korábbról. Hát igen, tulajdonképpen amikor ugye elkerültem valamelyik csapattól, akkor voltak megkeresések, de én igazából, ahogy említettem is, azokat a felkéréseket szeretem, ahol van cél. Ugye Debrecenben edzősködtem, az edzői pályafutásom nagy részét ott töltöttem edzőként, ott mindig célunk volt az, hogy legalább a nemzetközi kupa szereplést érő helyen végezzünk, ebben nőttem fel, és egyébként is olyan ember vagyok, hogy én szeretem megméretni magam, tehát én nem a langyos vizet szeretem, hanem szeretem, hogy beszeretek beleállni a munkába, és a tudásom szerint a lehető legjobbat kihozni. És akkor ugye ehhez kapcsolódik az, hogy volt egy másik megkeresésed is, hogyha minden igaz, és talán az is a másodosztályból. Nyilván volt több is, mert amikor az embernek nincs munkája, akkor azért jönnek megkeresések, de mondom, itt egyértelmű, ugye Diósgyőr egyébként is a szívemnek egy csücske, mert azért én borsodi ember vagyok, az életem nagy részét itt töltöttük a családommal, későbbiekben nyilván, tehát előtte még a szüleimmel, aztán később a családommal, és 28 éve élünk Debrecenben, tehát én Diósgyőrben jártam ki szurkolni, annak idején még alig fértünk fel a 101-es buszra, ugye játszottam is itt, tehát nekem a Diósgyőr nyilván többet jelent, mint hogyha egy bármelyik más klubba mentem volna. Nyilván Debrecen mellett, mert most már kettő egymás mellett, azért azt gondolom, hogy ez megérthető, hogy formában vannak, mert a fiatalkoromat itt töltöttem, viszont utána már Debrecenben ott váltam NB1-es labdarúgóvá, ott lettem edző, tehát és amikor korábban már volt a Diósgyőr részéről egy megkeresés, de akkor nem mellettem döntöttek, és örültem neki, és mindig is szerettem volna egyszer ide Diósgyőrbe kerülni edzőként, hogy tudjak tenni a Diósgyőr futballjáért. Ugye azt mondtad, hogy a másik megkeresésednél ott nem voltak komolyabb célok kitűzve, hogyha minden igaz. Tehát ott igazából így a langyos vízben lehetett volna tulajdonképpen. Igazából így van, igazából, tehát nekem az, hogy most középmezőny, az nem érdekel különösebben. És akkor ugye azért is döntöttél a Diósgyőr mellett, mert hogy itt vannak komolyabb kitűzött célok. Hogy látod, ezeket a kitűzött célokat el is tudja érni a csapat? Azon dolgozunk, hogy elérje a csapat. Nekem feltett szándékom az, hogy a csapat úgy dolgozunk, hogy a csapat jövő nyártól az első osztályba kerüljön, és nekem az kudarc lenne, hogyha nem így történne. És mi lehet a kulcsa, hogy ez így is legyen, hogy így történjen? Hát rengeteget kell dolgozni, nyilván. Úgy néz ki, hogy a csapat szépen formálódik, és mi kell hozzá, hát rengeteg pontot kell begyűjteni. Igen, és ha már a csapat, akkor ugye a jelenlegi forma az egészen biztató, hiszen az előző válogatott szünet óta az összes bajnoki mérkőzést sikerült megnyerni. És hát mi történt az előző kéthetes válogatott szünetben, ami ekkora formajavulást hozott? Nem abban a két hétben történt, hanem szépen nyilván azt azért tudni kell, meg mindenki látja, hogy ugye nyáron kicserélődött a csapat, rengeteg külföldi játékos elment a klubtól, mert ugye másodosztályban magyar játékosok játszhatnak, és a klubvezetés így is döntött, hogy magyar játékosokkal folytatjuk.
Nyilván sok játékos érkezett, több helyről érkeztek játékosok. Én örültem annak, hogy olyan játékosok is ide kerültek, akiknek van kötődésük. Szeretem ezt a fajta kohéziót, és hát ehhez sajnos idő kell, hogy ezek a játékosok csapattá formálódjanak. És ahogy korábban is említettem, ugye volt több olyan játékos, aki olyan csapatból jött, ahol inkább defenzívebb futballt játszottak. Na most a Diós Győrnek, aki föl akar kerülni, egyértelmű, hogy offenzív futballt kell játszani. Na most erre is át kellett azért állítani a fejeket, meg át kellett állni a játékosoknak. Nem panaszképpen, de azért voltak sérülések, betegségek, tehát ugye az elején sokszor nem tudtunk ugyanabban az összeállításba pályára lépni. Most ha megnézzük, akkor tulajdonképpen az utóbbi mérkőzéseken szinte ugyanaz a csapat játszik. Igen, sikerült végre. És Horváth Zolinak mondtál valamit, hogy így ennyire formában rendült itt az elmúlt időszakban? Nem, hát Horváth Zolit ugye ismerem, dolgoztam vele Kisvárdán is, tudom az erényeit, tudom, hogy milyen ember, dolgoztam vele Győrben is. Tehát igazából, amit a múltkor is említettem, fontos az egy ilyen típusú játékosnak, egy igazi centernek, hogy hogyan érkeznek a labdák a kapu elé. Na most ezekben is van változás, tehát sokkal jobban jönnek be a labdák, ennek következtében a Zoli is sokkal hatékonyabbá vált, meg nem beszélve arról, hogy nyilván neki is azért be kellett illeszkedni ebbe a csapatba, és úgy néz ki, hogy már most a kémia jobban működik a csapattársakkal. Illetve a kezdeti időszakban azt láthattuk, amikor ugye a Diós Győr a szezon elején focizott, hogy négy védős rendszerbe játszottunk. Ez viszonylag rövid időn belül átváltott öt védős rendszerbe. Ezzel sikerült megtalálni azt a felállást, ami a siker kulcsa lehet? Igen, a felkészülés során játszottunk öt védőbe és négy védőbe is. Nyilván nézegettük, mert azért rengeteg belső védünk volt. Most egy kicsit a betegség miatt, sérülés miatt ugye néhányra nem tudunk számítani, itt a Szűcs Kornélra és a Polgár Kristófra, de úgy érzem, hogy a három belső védővel stabilabbak vagyunk, jobban ki tudják egymást egészíteni, jobban működik a labdakihozatalunk is, jobban működik a védekezésünk is, és ezért döntöttem így. Nem beszélve arról, hogy én szeretem azt, hogyha a két támadós rendszert, és ebben a szituációban pedig ez megvalósítható. És akkor ezzel meg is van Szelesnek az új pozíciója, mert azért ő, ha jól tudom, védekező középpályásként érkezett ide a csapathoz. Igen, viszont a Szelesről tudni kell azt, hogy ő belső védő, tehát a nagy részében belső védőt játszott, de el tudja játszani a védekező középpályást is. De nyilván azért láttuk a mérkőzésen, hogy volt, amikor megoldotta nagyon jól a feladatát, de volt olyan szituáció, amikor látszott rajta, hogy inkább ő a belső védő pozícióban jobban érzi magát, és ez bizonyította is. Úgyhogy egy nagyon masszív és nagyon jó kisegíti a társait. Illetve ugye a keretben nincs olyan sok klasszikus szélső. Így, hogy öt védővel játszik a csapat, így mondjuk a szárnyvédőknek kell őket pótolni, vagy szabad nekik egyáltalán oda fölmenni a kapu elé? Vagy a védekezésben nagyobb a szerepük? Igen, csak egy pár nevet említve, tehát vannak nekünk szélső játékosaink, a Makrai, a Jurek, a Kocsis, viszont ebben a rendszerben ők nekik ugye a védekezés is meg kellene oldani. Tehát ebben a szituációban azt mondom, hogy 50-50-ben kell játszani a szélső embereknek. A jelenlegi embereknek tőle is kérjük azt, hogy magasan játszanak, eleve már ugye lehetett látni azt, hogy már a védekezés is fönt kezdik meg, és pontosan emiatt jó három belső védő, mert teljesen mindegy, akárhányan jönnek, azt hárman gyönyörű szépen meg tudják oldani, de egyértelmű kérés a részükre az, a két szárnyvédő részére, hogy magasan védekezzenek, és a támadásokban pedig aktívan vegyék ki a részüket. És még a védőkhez egy utolsó kérdés. Korábban lehetett azt látni, amik még a csapatnak nem volt meg annyira az összhangja, hogy ugye a kapusok nem felrúgták a labdát egy kilúgásnál, hanem kipasszolták a védőknek. És sajnos rengeteg labdát adtunk így el. Viszont az utóbbi időben valami változott. Tehát ugye volt egy meccs a Dorog ellen, amikor ugye jöttek a kirúgások, és nem a védők kapták a labdákat. Utána ugyanúgy a védőkhöz mentek a passzok, de azóta valahogy nem látszik az, hogy eladogatnánk a labdákat. Igen, nyilván rengeteget így gyakoroljuk is természetesen, de így, hogy szinte állandóan ugyanazok a játékosok játszanak, így jobban érzik már egymást, és jobban megvannak a mozgások is, jobban meg is csinálják ezeket a mozgásokat. Ebből kifolyólag nyilván mindig van szabad ember, és komfortosabban érzik magukat a játékosok, jobban meg tudják oldani ezeket a labdakihozatalokat. Az nem azt jelenti, hogy néha nem fogjuk kirúgni a labdát, és nem rúgjuk ki, mert van, amikor nem kell felesleges kockázatot vállalni azzal, hogy esetleg hátulról hozzuk ki a labdát. Főleg, hogyha egyszer-kétszer belesül a csapat, akkor nem muszáj ezt erőltetni, hanem lehet váltani is ebben.
illetve ugye most már, hogyha a védelmről beszéltünk, akkor egy kicsit a támadó sorról is ejtsünk szót. Ugye vannak kisebb, rusztulósabb csapatok, akik jobban beállnak, és ugye hát 12 emberrel védekeznek lényegében. Aztán ezeken a meccseken jobbára a Könyves vagy Molnár formájától függ nagyban az, hogy mennyire vagyunk ugye sikeresek. Rajtuk kívül látsz a jelenlegi keretben olyat, aki esetleg húzó emberré tud akkor válni, ha ők rosszabb napot fognak ki? Természetesen látod, de pontosan az előbb, amit beszéltem, hogy jöttek sérülések, valamint betegségek is. Természetesen ugye, hogyha ha látjuk, az Öli is megtalálta magát, tehát hogyha jól jönnek a beadások, mert egy ilyen csapatot vagy a szélén tudunk megbontani, vagy kreatív játékkal esetleg középen. Na ezért ugye van jelentősége a Molnár Gabi játékának is, de mellette nyugodtan tudom említeni akár a Németh Máriót, akár a Bertus Lajost, Zsolnai Ricsit. Tehát ők is képzett játékosok, és a kombinatív játékban azért otthon vannak. Úgyhogy nyilván csak ugye a Zsolnai Ricsi is, amikor játszott volna, megbetegedett, amikor megint játszott volna, megsérült. Tehát ugye a Bertus Lajos is ide került hozzánk, neki kellett egy kis idő, hogy beintegrálódjon a csapatba. A Máriónak is ugyanúgy a kombinatív játékba ki tudja venni a részét, de most ebben az esetben ugye amikor a csapat folyamatosan nyerte a mérkőzéseket és ugyanazok játszottak, nem volt okom arra, hogy nyilván változtassak az összeállításon. Egyértelmű, hogy cserékbe mindenféleképpen számítottam rájuk, és számítok rájuk a következő időszakban is, és amikor lehetőség van, akkor meg fogják kapni akár a kezdőjátékos szerepét is. Illetve mennyire lesz még esetleg itt a rotálásnak szerepe, mert ugye a szezonban, még itt az őszi időszakban ugye van 5 meccsünk hátra, ahol azért hát nem a legacélosabb ellenfelekkel játszunk, tehát éppenséggel lehet itt pihentetni is egy jó játékost, ha szükséges. Igen, igazából úgy vagyok ezzel, hogy oké, persze kell változtatni az összetételen, mert ugye nem egyformán regenerálódnak a játékosok természetesen, de ezt azért jól át szoktuk gondolni, és különböző méréseket is végzünk a játékosoknál, CK méréseket, hogy képet kapjunk az állapotukról, és nyilván felesleges kockázatot nem vállalunk természetesen, de igazából jövő hetet kell lejátszani, mert akkor lesz vasárnap, szerda, vasárnap ritmus, aztán utána újra egy vasárnap, vasárnap van, az már nem jelent problémát, de egészséges fiatal emberekről van szó. Oké, azt, amit mondtam az előbb, hogy a regeneráció nem mindenkinél egyforma. Természetesen ezt figyelembe kell venni, de nyilván olyan nagy változtatást nem tervezünk. Ha csak a vírus vagy betegség bármivel közül nem szól, a sérülés, tehát természetesen ezek befolyásoló tényezők. Hát bízunk benne, hogy azért ez a csapatjátéket nem fogja nagyon jelentősen befolyásolni. Illetve, hogyha már közeledünk a télhez, akkor ugye közeledik a téli szünet, ennek köszönhetően pedig megnyílik egy újabb átigazolási ablak. Hogyan látod, a mostani keret ebben a formában képes kivívni a feljutást, vagy mondjuk szeretnétek erősíteni a keretet? Ezt már meg is, erről már beszélgetünk is a sportigazgatóval, és nyilván, tehát egy keret akkor tud fejlődni, egy csapat akkor tud fejlődni, hogyha folyamatosan frissítjük a játékos állományt. Én nem abban gondolkodom, hogy nem most akkor 10 embert igazoljunk megint, nem. Ez úgy működik az én meglátásom szerint, hogy jön az átigazolási időszak, 2-3 ember, aki nem tudta harcolni a helyét, vagy nem úgy illeszkedett a csapatba, akkor azt el kell engedni, és hozni helyette 2-3 olyan embert, aki nagy segítséget jelent a csapatnak. Nyáron ugyanezt, és akkor szépen így lépésről lépésre lehet építeni a csapatot. Tehát én nem vagyok híve annak, hogy most 10 embert elküldünk és hozunk 10-et, mert akkor megint ugyanott vagyunk, mint nyáron. Tehát szépen 2-3 embereket ki kell cserélgetni, és azzal gyönyörű szépen lehet építeni a csapatot. Akkor ezek szerint megerősítést nyert, hogy figyeltek játékosok. Így van, pontosan. Milyen posztokra? Igazából az lenne jó, hogyha minden csapatrészbe. Kapusunk van bőven, és szerencsére oda a Danilovics is vissza fog jönni, egyre jobb állapotban van már, és már a csapatedzésekben is, már a kontaktos edzésekben is részt vesz, de akár a védelemben, akár a középpályán, és akár a támadósorban is nyilván jó lenne frissítés. Igen, hogyha már így említetted Danilovicsot, hogy azért, hogy nagyon hosszú sérülésben lábadozik, akkor ezek szerint úgy néz ki, hogy ő teljesen fel fog tudni épülni? Igen, a jelenlegi állapota is ezt mutatja, tehát egyre jobb állapotban van. Nyilván egy kapusnál egy gerincsérülés, az ugye egy kapusnak 200-300-szor le kell verni magát egy edzésen. Van, amikor mérkőzésen nem, de ott azért nekik megvan a kontakt, mert olyan pozícióban vannak. Úgyhogy náluk a gerincsérülésnél jóval nagyobb figyelemmel kell lenni, mint esetleg a mezőnyjátékosnál. Illetve akkor most már, hogyha a téli erősítésekről beszélünk, akkor ugye jön a tavaszi szezon itt a
nem sokára. Jelenthet-e a csapat számára bármilyen előnyt az, hogy nem kell kupatavaszra készülni? Tehát mondjuk a Vasas, a Szeged, a Kecskemét és a Győr is legalább egy fordulót kénytelen lesz még játszani. Igen. Nem örülök neki, hogy kiestünk. Tehát semmiképpen, ugye akkor egy érdekes szituációban voltunk, voltak betegek, voltak akik betegségből jöttek vissza, és nyilván nekünk utána meg volt egy nagyon fontos mérkőzésünk, amit mindenféleképpen nekünk meg kellett nyerni ahhoz, hogy ott maradjunk az élbolyba. És hál' Istennek ez oké, hogy most kiestünk, mondom még egyszer, nagyon bánt, viszont a következő mérkőzést meg tudtuk nyerni, ami számunkra nagyon fontos volt, és ezáltal elindítottunk egy sorozatot, és látjuk, hogyha a csapat utána tudta hozni ezeket a mérkőzéseket, és már mindjárt oda került az élmezőnyhöz. Nyilván ez tavasszal valószínű, hogy előny kell, hogy legyen. Elég kell, hogy legyen, mert így is van rengeteg mérkőzés, és így ezáltal, akik a kupában maradtak, azoknak meg nyilván még több találkozót kell játszaniuk, és ez valószínű, hogy ez egy hétköznapi meccs lesz, tehát nekik valószínű többször lesz a vasárnap, szerda vasárnap. Illetve hát ugye, ha már tavasz, nyilván nem lehet minden szezont egymásra húzni és egymás után vonni, de ugye tavasszal hagyományosabban gyengébben szokott szerepelni a Diósgyőr. Néhány kivételtől persze eltekintve, a legutóbbi feljutásunk ugye, amikor a Nyíregyháza elleni mínusz 7 pontról sikerült hozni a bajnokságot, ugye az volt egy olyan tavasz, ami jó volt. Van valamilyen terved, hogy az idei év is a kivételek közé tartozzon? Igen, erre emlékszem erre az időszakra egyébként, ezt figyelemmel kísértem. Természetesen én annak vagyok a híve, hogy ami ma elég volt, az holnap már nem biztos, hogy elég. Tehát mindig többet kell dolgozni, és szeretném azt, hogyha a csapat a tavasz folyamán még jobb teljesítmény nyújtana. Ugye látjuk, hogy most már folyamatosan egyre jobb eredményeket sikerül elérni, és ezt szeretnénk megtartani, sőt, ha ez lehet, akkor még fejleszteni. Ugye ennek eredménye az, hogy most a Diósgyőr a harmadik helyen áll az idegenbeli tabellán, és mondjuk például tavasszal igazából a Győr és a Szeged kivételével az igazán nagy csapatok ellen idegenben játszunk. Számíthat ez esetleg valamit még itt a bajnokságban? Mert azért ellenük érdekes módon előnünk valahogy jobban ment a csapatnak a játék, mint azok ellen, a kis csapatok ellen, akik csak bekkeltek. Természetesen nyilván minden mérkőzés más. Az, hogy itthon kellett játszani a rangadókat, az nyilván számunkra kedvező volt, de remélhetőleg az idegenbeli rangadókon is legalább ilyen sikeresen fogunk szerepelni. De nem csak a rangadók határozzák meg egy csapatnak azt, hogy föl tud-e jutni vagy nem, hanem pontosan ezek a mérkőzések, amelyek úgymond kis csapatok ellen történnek, mert azok még veszélyesebbek. Nyilván egy rangadóra a játékost sokkal komolyabban veszi, nem kell motiválni. Az ilyen mérkőzésekre pedig azért előfordul az, hogy egy kicsit úgy érzi a játékos, hát ez úgyis meg lesz, és ezek azért magukban hordozzák a veszélyt bőven. Hát igen, ugye most elég a közeljövőre gondolni, hogy ugye pont olyan csapatok ellen fogunk játszani. Ajka, Budaörs, Csákvár, illetve a Budafok, akik azért elvileg hozható ellenfelek. Mondjuk a Budafok tűnik ezek közül névre még talán egy erősebb csapatnak. Nekik mennyire lehet reális ez a tabellán elfoglalt helyezésük? A Budafoknak? Hát ugye nem annyira indultak jól, és nyilván ez befolyásolta az ő teljesítményüket, de itt visszatérve az öt mérkőzésre, mindegyik ellenfél ellen nagyon komolyan kell készülni, mert amit látunk, azért az MB2-es bajnokságban bármi előfordulhat. Látjuk azért az elmúlt mérkőzések eredményeit, ha visszatekintünk itt az elmúlt fordulókra, akkor azért történnek olyan meglepetés eredmények, amelyeket senki nem vár, úgyhogy ha valaki egy kicsit úgymond félváról veszi, vagy nem koncentrál eléggé egy ilyen mérkőzésen, akkor bizony ez megbüntetheti a csapatot. Hát akkor bízunk benne, hogy nem mi leszünk az a csapat, akiket ez meg fog büntetni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltál erre az interjúra, és hajrá Diósgyőr! Így van. Nem szeretném, hogyha mi lennénk ez a csapat, úgyhogy ezért is feszesen azért tartjuk mi ugyanazt a munkát, amit eddig csináltunk, és remélhetőleg sikeresek is leszünk ebből az öt mérkőzésből, és akkor hajrá Diósgyőr!